Előző két videónk a réti héjak általános jellemzőiről és határozásukról szólt. Sorozatunk harmadik részében a hambas réti héjáról lesz szó. A hambas réti héja fokozottan védett faj, fészkét a földre építi, sokszor mezőgazdasági művelés alatt álló területeken. Fészek aljaira a kaszálások és aratások végzetesek lehetnek, ezért különleges oltalmat igényel. A védelmet célzó első gyakorlati lépést a költő területek feltérképezése jelenti. Ebben segíthet, ha megismerjük a fészkelésre utaló viselkedésüket. A hambas réti híja március végén érkezik meg afrikai telelőhelyeiről Magyarországra. Elsősorban nyílt, síkvidéki területeken találkozhatunk vele. Leggyakrabban a világos tollazatú hím kerül szem elé, ahogyan alacsonyan a talajhoz közel vadászik. Érdemes ilyenkor alaposabban megfigyelnünk. Ha lecsap a növényzetbe, de a zsákmányát nem fogyasztja el, hanem felköröz, majd határozottan elrepül vele, az az egyik legbiztosabb költésre utaló jel. A magasban bemutatott látványos csapongó nász repülése április végétől június közepéig figyelhető meg. Fészkét legtöbbször egy méternél alacsonyabb, sűrű növényzetbe rakja. Kedvelt költőhelyei a legelők mélyén fekvő, időszakosan vízjárt a sásosok, továbbá a szántóföldi kultúrák. Ha a terület adottságai megengedik, akár 3-5 pár is költhet egymás közelében. Költése a közelben valószínűsíthető, ha azt észleljük, hogy a hím levegőben zsákmány dobált a tojónak. A fészekalj 3-6 tojásból áll. A tojásokat a május 1-e és június közepe közötti időszakban a tojó általában 1-2 naponta rakja le. Mivel a kotlás már az elsőknél megkezdődhet, a fiókák között gyakran párnapos korkülönbség van. A kotlás idején a tojó meglehetősen rejtőzködő, a fészek környékén kevesebb eseményt lehet megfigyelni. Költésre utaló jel lehet, ha ebben az időszakban a hambas réti héják más ragadozó madárfajokat vagy varjúféléket kergetnek meg, esetleg csak izgatottan repkedve a növényzet irányába vágnak. Ilyenkor a fészekaljra veszélyes ragadozókat igyekszenek elriasztani. A tojókhoz hasonló színezetű fiatalok a kirepülést követően jellemzően cserjéken vagy a talajon pihenve várják a zsákmánnyal visszatérő szülőket. Később röpképességük fejlődésével már távolabbra is elmerészkednek, egymással játszva, kergetőzve röpködnek a levegőben. A kotlástól egészen a fiókák önállóvá válásáig a fészekalj folyamatosan sérülékeny, veszélyeztetett. Bár a madár megfigyelés sokunk számára örömet okoz, figyelembe kell vennünk, hogy a párokat pár száz méteres távolságból is zavarhatja a fészek megfigyelése. A költések sikeressége és a fiókák túlélése sok esetben a természetvédelmi tevékenységtől, beavatkozástól függ. Sorozatunk következő epizódja ezt a védelmi tevékenységet mutatja majd be.